viszonylag szabadon vagyok hagyva, azért nem lesz annyira zenés az előadás, hanem főleg ilyen átvezetőkkel, meg atmoszférákkal próbáljuk így organikusábbá tenni a történteket, de tény, hogy egy-két korabeli felvétel majd beidézi ezt a 70-es évek Németországát. Van rá kísérlet, hogy ez a nyomasztó légkör így hangban is megjelenjen, reméljük, hogy ennek lesz az eredménye, hogy úgy sikerül, ahogy tervezünk. Nyilvánvalóan azért gondoltam foglalkozni ezzel a darabbal, mert Magyarországon jutottunk el körülbelül oda, ahol azt hiszem a fejlett, annak idején fejlett nyugat-német társadalom már eljutott, akkor, amikor ezt Heinrichből írtam, még pedig a sajtónak ez a rendkívüli, erős, befolyásoló szerepe, amitől egy magánember tulajdonképpen egy pillanat alatt olyan karaktergyilkosság áldozatává válhat. Legyen az bárki, tehát nem kell ahhoz igazi közszereplőnek lenni, elég egy tisztességes élet, jön egy fordulat az életében, bármilyen fordulat, és a sajtó teljesen ki tudja nyírni az illetőt, és erre a társadalom mennyire fogékony. A mai információk és képek a Gemmelzból ki, Lévánosról és az LHC-ről. És Katalin, ő aztán igazán nem tehet arról, hogy te ajánlatokat tettél, egy ékszert küldtél, ettől mindent, hogy mindent megtennék, amivel segíthetnék ezen a nőt. Azt gondolom, hogy ezek a figurák, ezek nagyon ismerősek mindannyiunk számára. Tehát egy ügyvéd, akit egy nagypénzű ember fölbérel, nem is alkalmaz, és úgy érzi, hogy azáltal, hogy megfizeti, ezáltal az élete fölött is rendelkezhet. És ez van kibontva ebben az Alois Troilbeder nevű figurában, akinek még ezen kívül, és ez is nagyon ismerős, még van egy még magasabb, neki is van egy főnöke, és hát azért az igen, az elég riasztó, ahogyan ezek kézben tartják a dolgokat, és ha valami botrány van, akkor pillanatok alatt beindul a gépezet, és el kell tüntetni a nyomokat. Izgalmas dolog próbálni egy ilyet. Igen. Én mondom, hogy szeretek gonoszkodni. Igen, és akkor szólalj meg, hogy az ott is így eldrott. Hát most már egy olyan periódusban vagyunk, amikor egyre többet kell követelni, és egyre világosabbnak kell látszódni a színészi törekvéseknek. És hát egy bizonyos úton vagyunk, és azt remélem, hogy a bemutatóra eljutunk a végéig. Mert ahol sajtószabadság van, ott minden van. Jólét, társadalmi haladás, demokrácia, pluralizmus, nézetek sokfélesége. Aki a sajtót támadja, mindjárt támad.